Az 55 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc áldozatai előtt rótták le kegyeletüket a Halász Parkban. Az egyik futó, Horváth Zsófia, tóparti iskolából érkezett. Azt mondja, ez a legkevesebb, amit megtehet hazánk hőseiért. Az 1956-os forradalom szerintem egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk október 23-a, mert a forradalom a szabadságért szólt, és a szabadság igazán lényeges. Horváth Zsófián kívül is sokan gondolkodtak hozzá hasonlóan, de nem csak az ő korosztálya, hanem a szépkorúak is képviseltették magukat a 15 évvel ezelőtt életre hívott kegyeleti futás próbán. 1996-tól folyamatosan minden évben hagyományosan rendezzük ezt a futás próbánkat, és nem versenyt. Itt az a cél, hogy eljöjjenek a gyerekek, diákok, illetve idősebbek, és ez a mai futórendezvényünk, ugye október 23-a tiszteletére, illetve a hősök emlékére rendezzük. A megemlékezések pénteken az 56-osok terén folytatódnak, és vasárnap a Szent István Székesegyház emlékkeresztjénél záródnak, ahol a város és a megye képviselői közösen róják le kegyeletüket az áldozatok emléke előtt. A programokról részletesen Székesfehérvár honlapjáról is tájékozódhatnak az érdeklődők.